Miklós Edita a 2014-es olimpián elért 7. helyezésével robbant be végérvényesen a köztudatba. Ezután megszerezte a magyar sísport első világkupa érmét is, ezzel egyszerre példaképpé is előlépett. Hitet adott a többieknek arra, hogy érdemes Magyarországról alpesi síversenyzőnek lenni, és ez nem csak egy hobbi sport, hanem egy nagyon komoly professzionális sport is lehet innen is. Meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, kondíciókat, amikkel már a világ élmezőnyébe is be tudnunk törni, és hát reméljük, hogy az idei szezon is újabb bizonyítékokat fog erre majd adni. A januári súlyos térdsérülése után Miklós Edit már felkészülten várja az idei szezont. A rehabilitáció befejeztével már a következő nagy nemzetközi versenyekre koncentrál, köztük a 2018-as pjongcsángi játékokra is. Nekem az első fontos lépésem az lesz, hogy minél jobban belejöjjek a versenyzésbe. Ugye majdnem egy évet nem versenyeztem, ez egy pár versenyt fel fog venni, hogy újra érezzem ezt a versenyszellemet, és szeretnék nem csak az olimpián jól teljesíteni, hanem világkupán is újra jól teljesíteni, és ugyanott, ahol kiestem, ugyanoda visszakerülni. Az idény elején egy egyedülálló lehetőségben is részesült a sportoló. Életében először szélcsatornában tesztelhette és finomíthatta mozgását, valamint a lesiklás közbeni optimális testtartását. Az első alkalom volt számomra is, hogy szélcsatornában kipróbálhattam magam. Nagyon vagány volt és nagyon élveztem. És igazából nagyon hasznos is volt, tehát hogy a jövőre nézve nagyon fogjuk tudni ezt hasznosítani, és eddig is tudtam, hogy nagyon fontos a korrekt testtartás, most már láttam szememmel is, és számokkal is ugye kimutatható. Az ilyenfajta tesztekre Edit edzője szerint az e-sportban szükség van. A sísportban a technikára 100%-ig oda kell figyelni, ugyanez igaz az aerodinamikára is. Minden összetevője nagyon fontos, például, hogy milyen a fizikai állapotod. Úgy vélem, hogy minden olyan sportban, amiben ilyen hangsúlyos szerepet játszik a technika és a koordináció, ott mindent be kell gyakorolni, és minden tényezőnek 100%-ig működnie kell. A 120 km/órás szembeszélben is kipróbált mozdulatok tehát nagyon fontosak az eredményesség tekintetében. Egy-egy futamon akár fél másodpercet is javíthat a sportoló eredményén. A téli sportok között nem ritka, hogy az autóiparban szerzett tapasztalatokat hasznosítják a versenyzők. Hát ez izgalmas dolog, mert az ember azért lát videókat az autók szélcsatornás tesztjéről, de ez természetesen más, hiszen más célból készül, és hát szerintem ez egy izgalmas kérdés volt mindenki számára, hogy hogyan lehet végsősorban azt az innovációt hasznosítani a sportban, ami egyébként egy más technológiára történt fejlesztés eredménye. Miklós Edit a versenyszezont december első hétvégéjén kezdi meg, amikor a lesikló világkupában két lesikló és egy Super G versenyen is rajthoz áll majd.